Sziasztok, és szeretettel köszöntelek titeket a csatornámon. Aki még nem ismerne, annak bemutatkozok, Éme vagyok. A mai videó nem lesz más, mint egy novemberi avonhólós videó. Már egy ilyen nagy avonos szatyorban össze is gyűjtöttem az e-havi megrendeléseket, és még pluszba az asztal előtt sorakozik előttem jó pár dolog. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, hogy ebben a hónapban miket rendeltem, illetve miket rendeltek tőlem, akkor maradjatok velem, és nézzétek tovább a videót. Remélem, hogy tetszeni fog, és fogadjátok szeretettel! Elsőnek hoztam nektek két nagyon finom illatú habfürdőt. Az egyik puskázok, málna és fekete ribizli, még ez pedig vörös áfonya és narancs habfürdő. Ez egy kényeztető, ez pedig egy nyugtató habfürdő. Valóban mind a kettőnek isteni finom illata van. És igaz, hogy 250 ml-esek, viszont ahogy látszik is egy ilyen nagyon sűrű, gél állagú habfürdő van bennük, így tartósak is. És ha most veszitek meg novemberben, akkor 549 forintba került darabja, ha bármilyen más terméket vásároltok. Eredeti árba viszont 1000 forint lenne, úgyhogy ha úgy nézzük, most egy áráért két darab habfürdőt is kaptok. A második, ez az Avon Attraction for Her 30 ml-es parfüm, amit én is nagyon imádok, mert egy nagyon finom, kellemes, inkább édes kis illatról van szó. Méghozzá szeder, pézsma, vanília és ámbra illatjegyekkel, úgyhogy aki szereti az édesebb illatokat, valamint a felsorolt illatjegyeket, az biztos, hogy ezt is nagyon szeretni fogja. Ez most ugye a 30 ml-s változata, amit most 1999 forintért lehet megvásárolni, 2599 forint helyett. Viszont lehet akár egy ilyen hármas szedben is megvásárolni. Ehhez van ugye a parfüm, egy mini parfüm, illetve a hozzátartozó testápoló, és így ez a 3-6000 forint, plusz adnak hozzá egy díszdobozt, és ha már említettem ugye a testápolóját, akkor azt is szintén megrendelték. Mutatom nektek azért közelebbről is, hogy jól lássátok. Egy az egyben ugyanolyan illata van, mint a parfümnek. Ezt azért mondom el, mert olvastam már olyat is, hogy valaki megvett egy bizonyos parfümöt, és hozzá a testápolót, de a kettő nem teljesen ugyanaz az illat volt. Na, ezzel így nem járhatunk. Ez egy 150 ml-s kiszerelés. Nekem is megvan, még nem használtam, így nem tudom elmondani, hogy mennyi ideig elég. Azt viszont igen, hogy most 699 forintért lehet kapni az 1699 forintos árához képest. Úgyhogy ez is egy nagyon jó vétel, mert ugye eredeti árba a parfüm kerül 2699-be, így most ezért az árért a parfümhöz kapunk még egy testápolót is. Ezt a Pink Illusion körömlakot magamnak vettem, az árnyalat színe pedig a Metalize Me. Én ezt 10 pontért plusz 99 forintért vásároltam, de ha nagyon szeretnétek és tetszik nektek, akkor egy ilyen set formájában is meg lehet rendelni. Már próbáltam, és nagyon szép, ilyen visszafogott a színe. Szerintem megfordítom a kamerát, és akkor meg is tudom nektek mutatni közelebbről. Tehát így néz neki közelebbről maga a körömlak, és akkor a színét is megmutatom nektek. Egy ilyen fényes, nagyon visszafogott színről van ugye szó, ahogy már mondtam is nektek. Én nagyon szeretem, szerintem egy jó vétel is volt.
egy újabb parfüm, vagyis pontosabban egy Eau de Toilette, ez az Avon Collection Insta Glitz kis illatkája, ami nekem is megvan, viszont még nem használtam. Rendelésre van, tehát nem tudom nektek megmutatni. Azt viszont igen, hogy ez most kiárusításban van. Meg is mutatom nektek. Ugye itt látható. 2199 forintba kerül most, és egyébként pedig 4000 forint. Szintén 50 millis. És az illatjegyei pedig piros gyümölcsök, írisz és kasmír erdő. Ezt ugye már ismerhetitek a videóimból, ezt a kézkönyök és lábkrémet. Saját rendelés, mint tudjátok, én ezért a krémért oda vagyok, a lábamra szoktam használni. Imádom, az illata pedig nagyszerű. Most igaz, hogy akciósan is 7,99, szokott ennél olcsóbb is lenni, de muszáj volt, hogy megvegyem, mert elfogyott, eredetileg viszont 1100 forint lenne. Szerencsére viszont elég sűrűn akciózák, így egészen jó árban is hozzá lehet jutni. Szintén magamnak rendeltem, és ha követtek és ismertek, akkor tudjátok, hogy én ezért az Avon Encanto Intense termékcsaládét oda vagyok. Ennek van szerintem a legfinomabb illata, az összes többi is kiváló, de nekem valamiért mégis ez a kedvencem. Rendeltem is egy kézkrémet, egy testpermetet, valamint egy testápolót, és akkor mindjárt a katalógusból mondom is az árakat. A kézkrém az 700 forint, 900 forint helyett, a testpermet az 1399, 2000 forint helyett, és maga a testápoló szintén 1399 forint, 2000 forint helyett. Ezt az Avon Absolute Nourishment argán és kókuszolajos samponját magamnak rendeltem. Igaz, hogy ez nagy, ez a 700 ml-s változata, azt így most nem tudom megmondani, mennyibe került, de a katalógusban van most egy 400 ml-s változata, az pedig, ha jól látom, akkor 1000 forint, és 1600 forintról van most akcióba. Én még nem használtam, párom viszont igen, és annyira megtetszett neki, hogy legszívesebben ezzel is fürödne. Szóval nem lehet egy rossz kis sampon. Közben viszont megtaláltam itt a katalógusban, és ez a nagy pedig 1499 forintba kerül. Az előző hónapban rendeltem még pár dolgot, de nem annyit, hogy egy videónyi anyag összegyűlhessen belőle, így most azokat is megmutatom nektek. Ezek azok a termékek, amiket mindjárt mutatni fogok, ugyanúgy élnek a mostani, vagy akár a következő katalógusban is. Egyet kivéve egy testápolót, mert én azt az októberi Focus magazinból rendeltem, de az összes többét ugyanúgy megtalálhatjátok. A testápoló ez lenne, ez az Avon Collection Chalk and Berry 200 ml-s soufflé, body soufflé-ja, testvaja, ami elég gondosan ugye le is van zárva. Aztán lesz még itt három darab krémtusfürdő, ami az Avonnak egy új kis, nagyon vagány kis krémtusfürdői. Az egyik ez a zabtej és búzavirágos. A második ez a kókusz és málnás, a harmadik pedig ez az író és kakaó. A múlt hónapban az ötösszetben pedig most ez a epres álom termékcsalád öt tagja volt elérhető, úgyhogy mutatom nektek azokat is közelebbről. Volt benne ugye ez a nagy 500 ml-s habfürdője, akkor egy 250-es tusfürdő, egy szintén 250-es folyékony szappan, egy testpermet, és egy testvaj, ami 200 ml-s. A utolsó saját rendelésem pedig egy körömlak. Az Avonnak, az Avon most kijött egy új körömlakkal, ez a Precious Earth kollekció, és ebből rendeltem meg a Desert Dust
fantázia névvel ellátott körömlakot, amit most a körmömön is láthattok. Egy nagyon természetes nude szín, és én nagyon szeretem, de mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Így néz neki közelebbről ugye a körömlak. Most épp nem a legjobb állapotban van a körmöm, de ilyen a színe. A csomagolás teljesen tükrözi a benne található lak színét. Ezzel pedig végére is értem a videómnak. Remélem, hogy tetszett nektek, és élveztétek a videót. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be a kis csengőt, hogyha új videót teszek fel, akkor nem maradjatok le róla, és természetesen egy like-nak is örülnék. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, addig pedig sziasztok, és vigyázzatok magatokra!